Január közepétől a húspótban lévő csomagolatlan sertéshúsokra mindenhol jól láthatóan ki kell írni, a nagyobb boltokban pedig zászlókkal is jelezni kell a termék származását. Az újpesti piacon azért nem fogunk elveszni a táblaerdőkben. Új jelzésekre lehettek figyelmesek azok, akik mostanában húst vettek az újpesti piacon. Január 15-től ugyanis a húspultban lévő csomagolatlan sertéshúsokra mindenhol jól láthatóan ki kell írni a termék származását. Az intézkedés csak a sertéshúsokra vonatkozik, a baromfira, a marhára és az egyéb húsokra nem. Attól azért nem kell tartanunk, hogy eltévedünk majd a táblaerdőkben a piacon. Az újpesti piacra beszállítók eddig is magyar vágóhidak voltak, annyi változás van, ki kell írni minden hentesboltban, hogy magyar származású az áru. Itt még nem volt például, hogy külföldi húst áruljanak, mint mondtam, mindenkinek magyar vágóiddal van szerződése. És úgy tűnik ez így is van jól. A magyar vásárlók ugyanis a felmérések szerint a külföldről érkezett termékekkel szemben gyanakvóbbak, és jobban bíznak a hazai húsokban. Fel vagyok háborodva, hogy vannak olyan húsok a magyaron kívül, amit Hollandiából, meg Belgiumból, meg Alaszkából hordanak ide, a NATO raktárból fagyasztva kiengedik, utána eladják friss húsként, amikor itt helyben megtermelődik, és a magyar termelő meg tönkre megy, mert nem tudja eladni a portékáját, mert többe kerül neki az előállítás. Azért nem mindenhol ilyen egyszerű a helyzet. A 200 négyzetméternél nagyobb húspulttal rendelkező boltokban ugyanis még nemzeti színű zászlókat is ki kell tenni a szöveg mellé. Ez érinti a nagyobb áruházláncok üzleteit, így a Tesco-t, az Auchant és a Spárt is. Ez utóbbi üzletláncnak csaknem 300 szupermarketjét és 34 hipermarketjét kellett így fellobogóznia. Az is előfordulhat, hogy ezeken a húspultokon zászlóerdő fogad majd bennünket. Ha ugyanis a születés, a tartás és a vágás helye különbözik, azt külön-külön zászlókkal kell jelölni. Az Aldiban, a Lidlben és a Pennyben csak előre csomagolt húst árulnak, ezért őket nem érinti a módosítás, mert a csomagoláson ott szerepel a származás.